Hajdúszoboszlón az év eleje, mindig a felfrissülésé, a regenerálódásé. Ezért a következő hetekben a szokásoknak megfelelően akciókkal vehetik igénybe a különféle kezeléseket a vendégek a gyógyfürdőben. A gyógyfürdőben több mint 40-féle kezelés közül választhatnak a vendégek. A hideg téli időszakban még inkább fontossá válik az egészségünk megőrzése, a regenerálódás. Ennek érdekében sokan keresik fel a gyógyfürdőt és a sokféle kezelést. A téli időszakban is azokat a kezeléseket veszik igénybe a betegeink, amit az orvosaink felírnak. Mert hogy a kezeléseket azt nem a betegek találják ki, hogy vajon mi lenne nekik jó, hanem az orvos. Természetesen nagyon sok esetben ez a kettő találkozik egymással, úgyhogy ha nincs kontraindikációja annak, amit a beteg szeretne, akkor persze, hogy azokat a kezeléseket írjuk fel. Azt, hogy milyen kezelés szükséges általában, az nagyon sok esetben a betegségtől függ, a kortól, a szív vérnyomás állapotától a betegnek, úgyhogy rendkívül változatos. A legkedveltebb kezelések természetesen ebbe a téli időbe az úgynevezett melegkezelések, iszappakolás, melegvizes fürdő, szénsavas fürdő, szénsavgáz fürdő, érszűkületes betegeknek ilyenkor a vérkeringése még rosszabb, amikor a hideg éri a keringésüket, úgyhogy ilyenkor nagy szeretettel járnak a mofetába is. Az nem TB támogatott, de ennek ellenére igen kedvezményes áron megkapják ezt a kezelést. A törzs vendégek 20% kedvezményben részesülnek. Ilyenkor nincs egy nagy forgalom a fürdőnkbe. Ugye téli időszakban, hidegben, mondjuk a Dunántúlról sokkal kevesebben jönnek, mint nyáron. Éppen ezért van kedvezmény a szoboszlói lakosoknak és nyugdíjasoknak, minden évben adunk kedvezményt, és elég szép számmal jártak most januárban, és megjárnak még most is kezelésre hozzánk. Ezen kívül március 14-éig van egy kedvezményes akciónk, törzsvendégeknek 20% kedvezményt adunk a kezelésekre. A törzsvendégnek az számít, aki legalább már két kúrát valamikor csinált nálunk a gyógyfürdőnkbe, vagy valamelyik gyógyászatunkon. Évente két kezelést támogat a társadalombiztosítás, ezt a két alkalmat akár egymást követően is igénybe lehet venni. Hogyha szükséges a betegség miatt, akkor ahogy befejezett egy kurát, azonnal lehet a másikat kezdeni. Naptári évente a TB támogatás két kúrára biztosított, tehát naptári évente kétszer, de ez nincs meghatározva. Nagyon sok vendégbeteg úgy tudja, hogy az első fél év, meg második fél év ilyen szabály nincs. Tehát naptári évente két kúrát támogat a társadalombiztosítás. A kúra az 15 alkalomra szól maximum, és egy-egy alkalommal maximum 4 fajta kezelés írható fel. Több visszatérő vendég vesz részt a kezeléseken, rendszeres látogatói a gyógyfürdőnek. Tulajdonképpen minden kezelést, amit ebben szolgáltat a Hungaroszpa, több éve járunk a feleségemmel ide. Nyugdíjasak vagyunk, nagyon sok panaszunk nincs, de ez azt hiszem inkább megelőzés, hogy ne a sok gyógyszerre kelljen költeni a pénzünket. Van-e olyan, ami esetleg kedvenc, amit nagyon szeretnek, olyan kezelés? Igen, évente visszatér a iszappakolás, a súlyfürdő. Hát próbálgatjuk a vémerágyat, de az állandó az iszapkezelés meg a súlyfürdő, na meg az orvosi masszázs. Elektromos kezeléseket, meg itt a szénsavas kezelés. Úgy érzem, hogy ezek javítanak a hársau, nyak, derék, ez pedig általánosan jó a értágításra például, meg egyéb hatása is van neki. Mióta veszi igénybe ezeket? Ezeket tavaly meg az idén, az előtt másfajta volt, de hát úgy éreztem, hogy ezek a legfontosabbak, tehát a derék, meg a nyak, meg ez a szénsavas, és ezért álltam át. És most ősszel, ha jövök szeptemberben újabb kezelés sorozatra, ugyanezeket fogom kérni. Én általában masszírozást, súlyfürdő, akkor torna, gyógytorna, meg elektromos kezeléseket szoktam igénybe venni. Hát már elég régen. Mióta körülbelül?
Hát 25 éve biztos, hogy járok minden évben kezelésekre. Hát egy kis karbantartás. Én a vízitornát szeretem legjobban. Az közel áll hozzám, meg szeretem. Sokan szoktak részt venni ezeken a kezeléseken, ugye mondta, hogy ön már nagyon régóta jár. Mit vett észre, hogy egyre többen veszek ezeket igénybe? Hát sok ismerős arcom már, akik régen ide járnak évek óta, azokkal általában szoktunk itt találkozni, megbeszélgetni.